A gazdaság újraindítási akcióterv részeként 4 kiíráson csaknem 30 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázhatnak vállalkozások, jelentette be a pénzügyminiszter. Ennek a karcagi pékségnek a tulajdonosa mutatja azt a 20 éves dagasztógépet, amit most a terveik szerint le tudnak cserélni, az új gazdaságélénkítő akciótervnek köszönhetően. Nekünk konkrétan az új gépek az, ami nagyon foglalkoztat bennünket már egy ideje, úgyhogy már nézegettük az árakat is, árajánlatot is kértünk, mert úgy időben készültünk arra, hogyha lehet pályázni, akkor képbe legyünk. Hát egyrészt energiatakarékosabb, meg azért 27 év alatt már rendesen elhasználtuk, és félő, hogy egyszer csak magától dönt, úgyhogy nem akarok tovább dolgozni. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a most kezdődő pályázatokra majdnem 1000 belföldi cég jelentkezhet. Lehetőséghez juthat egyrészt a hátrányos helyzetű településeken működő mintegy 800 vállalkozás, amelyek munkát adnak az ott élőknek, de a versenytársaikhoz képest nehezebb helyzetben vannak. Hát nem csak a miénket, hanem minden vállalkozást kedvezően érint, és nagyon örülünk neki. A lehető legjobbkor érkezett, mert mindenkit megviselt ez az időszak. Szerencsére már korán értesültünk, mert már tegnap értesültünk róla, hogy van ez a lehetőség. Az Ipartestületek Országos Szövetsége minden nap küldi nekünk a friss híreket, úgyhogy tegnap már ez benne volt az e-mail fiókomban. Délután már érdeklődés is volt az Ipartestületnél ez iránt. A kormány kiemelt figyelmet fordít rájuk, így ezúttal legalább 2 milliós támogatáshoz juthatnak, de akár 60 millió forintot is kaphatnak a csütörtökön megnyíló pályázaton. A kiírások másik része az élelmiszeriparban, a műanyagiparban, valamint a divat és dizájniparban működő vállalkozások beruházásait segíti. A pályázatokon 5 millió és 500 millió forint közötti támogatással új gépeket vásárolhatnak, bővíthetik a telephelyeiket, korszerűsíthetnek, fizethetik a munkavállalóik képzéseit, vagy a bérük egy részét, tette hozzá. A beruházások munkahelyeket védenek, munkahelyeket teremtenek. A kormány azt szeretné, hogy a gazdaság újraindításából minél több magyar vállalkozás kivegye a részét, ezért biztosítja az ehhez szükséges pénzügyi ösztönzőket.